Kazinczy Gyöngyvér vagyok, okleveles építészmérnök és épületenergetikai szakértő. Egy környezet és energiatudatos ház kialakításánál igen fontos szempont a megfelelő tájolás. Tehát azokat a helységeket tájoljuk a nap felé, tehát délkelet, déli, délnyugati irányba, amelyeket többet használunk, míg az alárendeltebb helységeket, mint például kamra, fürdőszoba, tárolók, ma már ugye gardróbok, azokat pedig az észak-keleti, észak-nyugati oldalra tájoljuk. Tehát a nyílászárókat célszerű úgy kialakítani, hogy a jól benapozott oldalakon, tehát délkelet, délnyugati oldalon minél nagyobb felületű nyílászárókat tudjunk alkalmazni. Nyilván ezek mögé, a nyílászárók mögé olyan helységeket is kell tenni, amik igénylik a minél nagyobb megnyitást. Míg az északi, északkeleti, északnyugati oldalon, amelyek mindig a kitettebb, szelesebb homlokzatok, oda meg minél kisebb méretű nyílászárókat tervezzünk be. És ezért célszerű oda olyan helységeket rakni, amelyek nem igénylik a nagyobb felületű megnyitásokat, tehát például egy kamrát, a fürdőszobát, a közlekedőt, amelyek kevesebb bevilágítással is jól tudnak működni. Tehát megfelelő ereszt kialakítással biztosítani tudjuk azt, hogy nyáron a nap ne süssön be az ablakokon, ugyanakkor télen, amikor alacsonyabban jár, akkor mégis a napsugarak elérjék az üvegezett felületeket, és így kicsit felmelegítsék a belső tereket. Ugye régen a népi építészetben a tornác kialakítása is ezt a célt szolgálta. A nyári hővédelemben nem csak a tornác tudunk védekezni, hanem a megfelelő növényzet kialakításával. Akár a ház előtt elhelyezett vagy elültetett fák, amelyek nyáron árnyékolják az épületet, védik a napsugárzástól, viszont ősztől tavaszig ugye lehullatják a leveleiket és utat engednek a napsugaraknak. Ma már mondhatni törvényi kötelezettség van rá, hogy az energiánk egy részét megújuló energiaforrásokból biztosítsuk. Így szinte már nem is lenne szabad úgy házat tervezni, hogy napelemeket, illetve napkollektorokat nem tervezünk be a háztetőre. Ehhez viszont szükséges az, hogy megfelelő tájolású tetőfelülettel rendelkezzünk. Egy környezet és energiatudatos épületnél nagyon fontos szempont az, hogy ne csak le legyen jól szigetelve az épület, hanem hogy megfelelő hőtároló tömeggel rendelkezzen. Hát régen hagyományosan vályokból, vagy akár kőfalazatból épülő házak hatalmas hőtároló kapacitással rendelkeztek, ami elsősorban a nyári hővédelemnél jelentkezett. A népi építészetben, illetve a hagyományos építészetben alkalmazott építő anyagok, azok egyrészt a természetben természetesen előforduló építőanyagok voltak, minimális környezetterheléssel, minimális energiaigénnyel tudtak beépülni a házakba.